Köszöntöm kedves nézőinket, ez az Oxigén Televízió regionális híradója június 27-én csütörtökön. Magyar örökségdíjat kapott a Bencés Gimnázium, Győrbe is ellátogat a Girod Itália mezőnye, és vereséget szenvedett az Eto az első felkészülési meccsén. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. 160 milliárd forintot fordít az egészségügyi fejlesztésekre az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Győrben csőpostát alakítottak ki a kórházban. Benzinkutat rabolt ki egy férfi Győrben. A rendőrök azonosították az elkövetőt, de még keresik. Ötödik alkalommal rendezték meg a Zöldár emlékfutást. A 2013-as árvíznek állít emléket az Arabóna légvédelmi rakéta ezred. És enyhül a hétvégére a forróság, adásunk végén jönnek a részletek. Több mint 160 milliárd forintot fordít az egészségügyi fejlesztések végrehajtására az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mondta el Vitályos Eszter államtitkár a Győri Kórház felújított patológiai osztályának és új csőpostarendszerének átadó ünnepségén. Ez a rendszer a dolgozók munkáját könnyíti meg és gyorsítja fel, mert a kórházon belüli leghosszabb távot is maximum 2,5 perc alatt teszi meg a kapszula és annak tartalma. Több mint 160 milliárd forintot költ az egészségügyi fejlesztések végrehajtására az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mondta Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, a Győri Petszaladár megyei oktató kórház felújított patológiai osztályának és új csőposta rendszerének átadó ünnepségén. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program teljes keretéből jelentős összeget, több mint 160 milliárd forintot fordítunk az egészségügyi fejlesztések végrehajtására. Ebből közel 85 milliárd forintot infrastruktúra fejlesztésre, míg a többi összeget az egészségügy humán jellegű fejlesztésére fordítunk. A patológiai osztály építészeti, gépészeti és orvostechnikai megújításával a diagnosztika fejlesztése volt a cél. A másik projekt az az egész intézményt érintette, egy csőposta hálózat kialakítása, ami az épület szinte minden pontját, az osztályokat és a központokat, beleértve a laboratóriumot, a műtőt, a patológiát, minden fontos helyet, a vérellátót összeköti egymással, és mint ahogy a mai modern játékokban, bárhonnan, bárhova, bármi küldhető. A csőposta jelentősége, hogy megkönnyítse a munkát, ezáltal rendkívül hasznos az összes kórházi dolgozó számára. Magyarországon összesen 7 kórházban alkalmazzák még, Győrön kívül. Gyors és egyszerű, tehát a lábunk helyett elvisz valahol valamit, és amikor annak az a jelentősége, hogy kiváltson élőerőt, olyan élőerőt, aki egyébként ápol, gondoz vagy beteget szállít, akkor az sokkal jobb, hogyha azt egy mai modern technológiával egy robot végzi helyettünk. A Győri Kórház főigazgatója hozzátette, statisztikák szerint az elmúlt hónapban több mint 2000 kilométer tett meg a csőposta egy irányba, ami annyi, mintha oda visszamennénk Párizsba. Magyar örökségdíjat kapott a kommunizmus idején is működő 8 hazai katolikus gimnázium, köztük a Győri és a Pannonhalmi Bencés gimnázium is. Ezt a napokban vehették át az MTA dísztermében. Az egyházi fenntartású iskolákat 1948-ban államosították, 2 évvel később pedig feloszlatták a szerzetes rendeket, mindössze 8 gimnázium maradhatott fenn. Benzinkutat rabolt ki egy férfi Győrben, csütörtökön délelőtt rontott be az üzletbe és pénzt zsákmányolt. A rendőrség azonosította a gyanúsítottat, nagy erőkkel keresik. Helyszínelnek a rendőrök az egyik győri benzinkúton, ide rohant be egy férfi csütörtökön délelőtt. Úgy tudjuk, gázsprével fújta le az ott dolgozó alkalmazottat, majd elmenekült. Hogy pontosan mekkora összeget zsákmányolt, arról a rendőrség csak annyit közölt, jelentős mennyiségű készpénzt vitt magával a rabló. A nyomozás adatai alapján mai napon 10 óra körüli időben egy ismeretlen férfi Győr belterületén kirabolt egy benzinkutat, majd a megszerzett készpénzzel futva eltávozott. Nyomozó kollégáim rövid idő alatt azonosították az elkövetőt, elfogása érdekében körözést bocsátottunk ki. A rendőrség közzétette a rablással gyanúsított férfi fotóját, ezt a polisz.hu-n lehet megtalálni. Azt kérik, aki tud bármit a tartózkodási helyéről vagy a rablás körülményeiről, jelentkezzen a rendőrségen. Ötödik alkalommal rendezte meg a Zöldár 2013 összefogás emlékfutást a 12. Arabóna légvédelmi rakéta ezred. A megmozdulás a 2013-as árhullám páratlan összefogásának állít emléket,
A valaha volt legnagyobb dunai árhullámmal szemben ugyanis mindenki egy emberként küzdött. A 30 kilométeres távot a hétfős csapatok a Győr-Győrújfalu-Győr-Ladamér-Dunaszeg útvonalon ezúttal is váltóban futották végig. Egy emberként fogtak össze az önkéntesek a hivatásos szervekkel. Több százezer homokzsákkal próbálták meg védeni otthonaikat az emberek. 2013. júniusában a valaha volt legnagyobb dunai árhullámmal kellett megküzdeni. A sziget közszinte teljesen elúszott, mintegy 50 kritikus pont volt az országban. A Mosoni Duna Nagybajcsnál június 8-án hajnalban tetőzött. A vízszint ekkor 907 cm volt. Az ezt megelőző este rendelték el Győr-Újfalu kitelepítését. A rakétaezred 2013-as eseményekre emlékezve már 5. alkalommal rendezett emlékfutást. Talán azért mi voltunk a kezdeményezők, mert rendkívül nagy hatást gyakorolt az összefogás, amit itt tapasztaltunk a gáton. Tehát civilek, katonák, rendőrök, katasztrófavédők, vízügyi szakembereknek egy olyan összefogását tapasztaltuk itt meg, ami rendkívül jó érzéssel töltötte bennünket, és úgy gondoltuk, hogy ezt az érzést, ami ott a lábunk alatt mozgó, hullámzó töltésen minket megérintett, ezt tovább vigyük, és ezt a lángot minél tovább fenntartjuk, és nyilván ez motivált bennünket abba, hogy ezt megszervezzük. Hivatásosok és civilek gyülekeznek, melegítenek az aranyparton. A táv idén is 30 kilométer, érintve az árvíz nyújtotta településeket. Az indulók között szinte mindenki test közelből tapasztalta meg 6 évvel ezelőtt az árvíz okozta veszélyhelyzetet és az összefogás erejét. Ugye én Szent Ivánon lakom, ugye ott is tapasztaltuk a kertvárosi részen, ott elég komoly problémák voltak, és mindenki pakolta a homokzsákokat. Hát az biztos, hogy itt az összefogás, ez egy örök emlék marad mindenkinek. Én másodszor vagyok ezen az emlékfutáson, tavaly voltam ugye először, nagyon megfogott ez az összefogás, már akkor is tetszett, tavaly nem volt ilyen meleg, tehát ez most külön egy kihívás lesz, és én nagyon szeretem, hogyha az emberek közös célokért fognak össze, tehát nagyon-nagyon jó dolog ez, főleg, hogy a jövő generációja is már itt van közöttünk. 3, 2, 1! Fegyverdörrenésre rajtolt el a mezőny első fele, emlékezve pedig a 2013-as példátlan összefogásra, amint egy 400 induló idén is csapatban, váltófutással teljesítette a 30 kilométeres távot. Igazi középkori falu épült a marcalvárosi kiserdőben, a kreatív és ügyeskező gyerekek raklapokból készítették el az épületeket. A generációk háza egyik legnépszerűbb táborában lehet íjászkodni, kézműveskedni és barkácsolni is. Ezúttal a gyerekek a középkorba csöppenhetnek bele, az idén ugyanis Robin Hood és barátai a téma. Az építő táborban 3 héten keresztül több száz gyerek vakációzik. Minden évben különböző történelmi korokba repíti el a generációk háza a gyerekeket. Az idei táborban Robin Hood és barátai kerültek a középpontba. Az ügyeskező táborozók igazi kis középkori falut építettek a fák közé, ahogyan az lenni szokott már, hagyományosan raklapokból. Felépítettük a házat, furtunk, készítettünk szerszámokat fából, és a tábor egyébként nagyon jó. És szóval csapatmunkában dolgoztunk. Nagyon sok mindent lehet csinálni, és nagyon szeretem, hogy itt építeni, meg ilyen ágyakat lehet csinálni, üzletelni lehet, pólót készíteni, és nagyon sokat táncolunk, és szórakoztatnak bennünket. Az két színű, a másik kettő meg egy színű. Mesterségek alapján osztottuk be a gyerekeket. Ezeket a mesterségeket viszik végig egész héten. Az első héten házakat építenek, a második héten pedig a mesterségükhöz tartozó házakat már kicsit bővíteni kívánó bútorokat és egyéb alkatrészeket tudnak ezekhez a házakhoz építeni. Például a krónikás könyveseknél megjelennek a könyvespolcok, megjelennek a játékos asztalok. Hátra, ahol majd esetleg látogatok és meglátjátok, akkor a gyógyfüves énekmondóknál nagyon sok hangszert készítenek. A 12 csapatra felosztott gyereksereg közül vannak agyagművesek, ékszer és zászlókészítők is. A cserebere piacon pedig mindenki hozzájuthatott valami számára hasznos tárgyhoz. Minden évben népszerű a generációk háza építőtábora. Idén mindössze fél óra alatt beteltek a helyek, ezúttal minden héten 140 kreatív gyerkőc vakációzik itt.
igazából bármilyen tematikát választunk a tábornak. Mindig az alap koncepciónk az az, hogy az agressziómentességre, a barátságok építésére, a kedvességre és a segítőkészségre fűzzük fel az újabb témánkat. Idén 140 kisgyerekkel táborozunk hetente, a második héten sincs ez másképp, mint ahogy az első héten volt, és igazából a hangulat csak fokozódik. Megpróbáljuk ugyanazt a színvonalat hozni mind a három héten. Minden turnusban péntekenként a zárónapon a tábor hangulatából a szülők is kaphatnak egy kis ízelítőt. Az építőtábort egyébként a Generációk Háza már 6. éve rendezi meg a marcavárosi kiserdőben. 6. alkalommal rendezték meg az A-Team kupát Győr-Zámolyon. Az Agility versenyen több mint 100 páros méret tette meg magát. A cél pedig ezúttal is az volt, hogy a versenyzők a lehető leggyorsabban és a legkevesebb hibával teljesítsék az akadálypályát. Régebbi kategóriában nem tudott, mert pont mérethatáron volt, és nehezen ugrott volna. Azért Több mint 100 páros vette birtokba a győrzámolyi focipályát a hétvégén. Az egész ország területéről érkeztek versenyzők, akik tudásszint és magasság alapján több kategóriában bizonyíthattak. Akik agilitiznek, jól tudják, hogy önmagában sem a kutya, sem pedig a gazdi nem ér semmit. Ahhoz, hogy jól teljesítsék a pályát, összehangolt együttműködésre van szükség. Az agility pálya mindig más is más. Sokan azt hiszik, hogy van egy pálya, és mindig azt futják a kutyák. Ez egyáltalán nem így van. Tehát minden pálya más, az aktuális bíró aznap rakja ki a pályát, amit senki nem ismer, csak a bíró, és erre kapnak a gazdák egy 7-8 percet, hogy megtanulják a pályát. Az akadályok meg vannak számozva, és attól függően, hogy az akadály melyik oldalára vannak a számok rakva, annak arról az oldalról kell megugorni, és nyilvánvaló a feladat az, hogy a szám sorrendnek megfelelő sorrendben kell teljesíteni az összes akadályt, lehetőleg hiba nélkül, és ami nagyon fontos, lehetőleg a leggyorsabban. Nagyjából egy ilyen 2 év kellett, hozzá egy 2-3 év, amíg azt mondhatom, hogy összeértünk, tehát hogy így tényleg egy csapat lesz a kutyából, meg az emberből, tehát hogy így addig mindenki így tanul, és akkor utána így lesz egy páros, aki már tényleg így a nagyjából így minden rezdülésemet ismeri, tehát hogy így amikor azt gondolom, hogy még időben vagyok, hogy reagáljak mondjuk a pályán, ő már rég olvas a gondolataimban, és csinálja, amit tennie kell, ha jól mutatom, nyilván. Ez nem mindig sikerült, tehát azért sok versenyünk azon úszik el, hogy azért mindig van mit gyakorolni. Az agilityre egyébként bármilyen kutya megtanítható, a fajták között azonban nagy különbségek lehetnek. A maxi kategóriába, ami a legmagasabb kategória, tehát a marmaga nagyság szerinti kategória, ott a border collie az a legtöbb, de van a border collie mellett még nagyon sok, a málik is nagyon jó kutyák. A közép kategóriába középuszkárok, a sheltik nagyon jók, a mudik, hogy a magyar fajtáról beszéljünk, a pumik is nagyon jók, és még van jó néhány kategória, vagy fajta, bocsánat, és akkor a mini kategóriába szintén a terrierek például nagyon jók, a parson kutyusok, a sheltiből a szukák az általában kisebbek szoktak lenni, azok is nagyon jók, és a mini uszkárok, és még számos fajta van, akik szinte kifejezetten nekik találták ki az agility sportot. Futni, kúszni, szlalomozni és ugrani is kellett a kutyusoknak a 15-20 akadályból összeállított pályán. Szerintem jól sikerült, ezt láthattuk. Voltak kisebb hiányosságok, de azon még dolgozunk. Nagyon sokat gyakorolunk, heti 2 edzés van. Ő alsó méret kategóriás kutya, úgyhogy méret határos kutya, úgyhogy nem lehet túlzásba vinni az edzést. Az edzéseken a gyengeségekre fókuszálunk, a távmunkára gyúrunk, és a pontos irányításra. Az a szép ebben a sportban, hogy soha nincsen az, hogy elértél egy nyilván kitűzölt célokat, de hogy soha nincs vége. Tehát minden pálya tartogat valami újat, valami mást, és mindig más kihívással kell szembesülni, tehát egy folyamatos tanulás nekünk is, meg a kutyának is. Nagyon ügyesen versenyeznek. Az A-Team kupát már 6. alkalommal rendezték meg. Győrbe is ellátogat a Giro d'Italia mezőnye jövőre. A második etap a fővárosi Hősök teréről rajtol, majd a Pilisen átkelve a Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pannonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta,
Az olasz körversenyt akár napi 3-400 ezer szurkoló nézi az utak mentén, míg a televízióban meg lehet mutatni a világnak Magyarország látványosságait, tájait és műemlékeit. Amerikai centerrel erősít a CMB Cargo Uni Győr a következő szezonra. A 28 éves, 194 cm magas Alisa Devon több WNBA csapat keretében is szerepelt, illetve olyan európai klubok alkalmazásában állt, mint a tavalyi szezonban az Euroligában szerepelt francia Carolo Basket vagy a spanyol Zsernika, mellyel az előző évben az Európa Kupában találkozott a győri gárda. Tökéletes napot zártak a győriek az Európa játékokon Minskben, ami most már hivatalosan is kajakkenu Európa-bajnokság is egyben. A délelőtti programban az új olimpiai számban női kenupáros 500 méteren Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső egyhajónyi különbséggel nyert. A mezőnyre hatalmas szembeszél várt, de ez sem zavarta meg a favorit hajót a diadalban. A nap utolsó futamában aztán a férfi kajakosok 5000 méteres versenyén Kopasz Bálint ismét befűzte az oktatófilmet és parádés hajrával nyert, így két aranyéremmel térhet haza Fehér Oroszországból. Vereséggel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát az Eto FC Győr. A zöldfehérek a szlovákiai Trencséntől kaptak ki 4-0 arányban. Az Eto mindkét félidőben más csapattal állt fel, amelyben az új szerzemények is szerephez jutottak. Szombaton egyébként újabb barátságos találkozón lépnek pályára Boyer Gábor tanítványai, akkor a szintén szlovákiai Puho együttesével csapnak össze Lipóton. 160 milliárd forintot fordít az egészségügyi fejlesztésekre az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Győrben csőpostát alakítottak ki a kórházban. Benzinkutat rabolt ki egy férfi Győrben, a rendőrök azonosították az elkövetőt, de még keresik. 5. alkalommal rendezték meg a Zöldár emlékfutást, a 2013-as árvíznek állít emléket az Arabona légvédelmi rakéta ezred. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Pénteken is marad a túlnyomóan napos, száraz idő, ugyanakkor egy hidegfront hatására az előző napok hőségéhez képest valamelyest visszaesik a hőmérséklet, és többfelé megélénkül a szél. Ennek megfelelően a szikrázó napsütéses időben sem mérhetünk majd többet 24-26 foknál a délutáni órákban. Éjszakára is marad a derült időjárás, lecsillapodik a szél, 16-19 fokot mérhetünk. A hétvége is hasonló időjárással kezdődik, napos, kellemes időjárás várható szombaton, sehol nem kell 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre számítani. Vasárnap és hétfőn déli légmozgás mellett várhatóan fokozatosan melegszik a levegő. Zömmel napsütéses idő ígérkezik, de a hét elején újra egy hidegfront érkezik térségünkbe. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió hírműsorát látták június 27-én csütörtökön. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Friss híradó természetesen holnap este 7 órakor is lesz. Nézzenek bennünket akkor is. Kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok. A viszontlátásra!